És védett területek sorsa a tét nem tudott, ezt már Magyar Nemzetből olvasom, nem tudott tegnap egy kétharmados törvényt megszavaztatni a kormány az országgyűléssel. A javaslat arról szólna, hogy a nemzeti parkok földterületei a föld alapkezelőhöz kerüljenek. De még a fideszes Bencsik János és véletlenül a benyújtó földművelésügyi miniszter is ellene voksolt. A kormány egyeztetne, de az ellenzék úgy tűnik, hogy hajthatatlan. Erről a témáról beszélünk, mint ahogy ezt már az előbb jeleztem. Nagy meglepetést okozott egyébként, hogy végül nem ment ez át tegnap az országgyűlésen. Jó reggel kívánok! Jó reggel kívánok! Salai Róbert Benedek a vendégünk, és ő már előtte bejelentette a Facebookon, hogy úgy tudja, hogy át fog menni ez a javaslat. Annak dacára, hogy a Fidesz megosztott volt egyébként a témában, nagyon meglepődött, hogy mégsem. Inkább azt mondanám, hogy nagyon örültem, hogy mégsem. Tudtuk azt, hogy a sarkalatossági záradékok miatt van több kétharmados része, és tudtuk azt, hogy az ellenzéki pártok mind megígérte azt, hogy teljes létszámmal jelen lesz a szavazáson, és emellett, hogy jelen lesz, mindenképpen tiltakozni fog ez ellen a jogszabály ellen. Ez így is történt, és ennek nagyon örülünk. Mit szól ahhoz, hogy több miniszter is félrenyomta a gombot ebben a témában? Ez tényleg, mert ő véletlen vajon? Hát én véleményem szerint ez véletlen és rendkívül kínos véletlen, de ez semmiképpen nem szándékos volt. Pont tehát a miniszterek, Varga Mihály, Hende Csaba és egyébként az előterjesztési edző Fazeka Sándor földművelésügyi miniszter voltak azok, akik most azt mondják, hogy valójában szerették volna megszarvazni a törvényt. Hát összességében a Fidesz frakcióból egy ember volt, aki viszonylag elfűen szakmai meggyőződésének megfelelően nem szavazta meg, ez Bencsik János. Igen, róla volt. Tudjuk, hogy ő valóban azt a gombot nyomta, amit akart. Igen. És ő ezt már előtte a bizottsági munkasokat. A három miniszter egymás mellett ült, tehát ők egy gózba voltak, simán bambultak, nem figyeltek, ami Fazeka Sándornak a legkínosabb, hiszen az ő jogszabályáról szavazott éppen a parlament, de ők azonnal jelezték észfeltartással, hogy tévesen szavaztak, tehát ez csak egy kínos baki. Hogyan tovább? A kormány most egyeztetne, Rogán Antal kérte ezt Fazeka Sándortól, hogy keresse meg az ellenzéket, és keressék a kompromisszumokat. Lehetnek kompromisszumok ebben a kérdésben? Hát én nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak azzal a kapcsolatban, hogy tudnak-e olyat kínálni az ellenzéki pártoknak, ami a ellenzéki pártoknak szimpatikus lesz, hiszen mi nagyon mereven ragaszkodtunk ahhoz, hogy a nemzeti parki vagyonkezelésben lévő állami földek, azok elsősorban továbbra is olyan gazdálkodóknál legyenek, ahol természetvédelmi célokat tudnak szolgálni, és ezt csak úgy látjuk biztosítottnak, mint ahogy az elmúlt évtizedekben is volt, ha nemzeti parkoknál marad a föld. Hogyha ez ügyben jobb belátása képes lesz a kormány, abban az esetben lehet, hogy az ellenzéki pártok együtt vagy külön-külön tudnak tárgyalni, de én úgy érzem most, hogy viszonylag eltökélt és határozott abban az ellenzék, hogy semmiképpen nem akarja engedni azt, hogy ezt a természetvédelmet szétverjék, hogy a nemzeti parkoknak tönkretegyék a vagyonkezelési lehetőségeit. A kormány azt mondja, hogy itt pusztán arról van szó, hogy összehangolt állami vagyonpolitikára van szükség, és ezért szeretnék, hogy a földalap kezelje a nemzeti parkokhoz tartozó, de bérbeadható, gazdálkodásra bérbeadható területeket is. De ez nem jelentené azt, hogy ott nem a természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok lennének az irányadóak, hiszen mondják, ez eddig is úgy volt, amikor ilyen típusú, ha nem is nemzeti parki, de kiemelt védelmet élvező területeket kezelt az NFA. Én nem szeretném azt mondani így, hogy a kormány hazudik, de azt bátran kijelentem, hogy én nem hiszek a kormánynak, mert látjuk azt a tapasztalatot, hogy azok a védett területek esetében, ahol jelenleg az NFA vagyonkezelő, mert van erre példa, ott már most nem érvényesülnek természetvédelmi szempontok. Az nem csak szempontok, törvények. Ugye arra hivatkozik a kormány, hogy a környezetvédelmi törvényeket a vagyonkezelő kilététől függetlenül be kell tartani. Ezek szerint ön azt is mondja, hogy most nem tartják be a törvényeket? A természetvédelem egy speciális szakterület, ahol a tájhasználat, az, hogy milyen vetéskultúrát használok, az, hogy azt mikor művelem meg, az mindenképpen befolyással van az ott élő életközösségre. Nem feltétlenül törvénysértő az, hogyha úgy gazdálkodok, hogy az nem jó azoknak az életközösségeknek, amik ott élnek. A jelenlegi NFA-s gyakorlatban, miután nincs természetvédelmi szakemberük, nincs biológusok, nincs ökológusok, semmilyen formában nem jelenik meg annak az igénye, hogy természeti értékeknek jó legyen az általuk vagyonkezelt területeknél. A nemzeti parkoknál ugyanez elsődleges cél, és ők minden egyes gazdálkodási szerződést úgy kötnek meg, hogy arra megfelelő indikátorrendszerrel mérni tudják azt, hogy az ott élő életközösségeknek az jó vagy nem jó.
Tegyük föl, hogy a kormány ajánl olyan kompromisszumot, amelynek értelmében hiába lesz az NFA a kezelő, a környezetvédelmi szempontokat majd itt is érvényesíteni fogják, és lesznek erre megfelelő szakemberek, biológusok, és így tovább. Akkor még mindig fönnáll az a kérdés, és az ellenzék ezt a gyanút is megfogalmazta, hogy kinek fogják bérbe adni ezeket a földeket. Gondolom az is különbség persze, hogy milyen célra. Illés Zoltán azt mondta, hogy szerinte itt bányászati jogokról van alapvetően szó, feltételezem, hogy ez környezetvédelmileg igazán problémás lehet. De tegyük föl, hogy akkor majd nem bányásznak, hogy majd vigyáznak az élővilágra, csak megint egy kormányhoz közel álló, vagy a Fidesz holdudvarához közel álló érdekkör fogja megkapni ezt a természetvédelmileg rendbe tett gazdálkodási lehetőséget. Akkor az elfogadható? Ez megközelítőleg olyan feltételezés, mint ahogy előbb zajlott itt a beszélgetés, hogyha a Fidesz 2018-ig a legtisztességesebb jobb kormány lesz, akkor majd mindenki rászavaz. Tehát nyilvánvalóan akkor lehet, de ennek nincs realitása. Tehát jelen formában az NFA nem képes úgy kezelni a magyar állami földvagyont, hogy az valóban a közösségek érdekeit szolgálja. Ez nyilvánvalóan bebizonyosodott az elmúlt időszakban, és az Ángyál jelentések arra mutattak rá, hogy ez gazdasági érdekcsoportoknak a képviseletét látja el. Mindenféle környezetvédelmi intézkedés, mint például a nemzeti parkoknál érintett bányászati jog, az most jelen pillanatban egy nagyon hátrányos helyzetű pozícióba került azzal, hogy az önálló környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket megszüntette a kormány április 1-jel, és ezt az egészet beintegrálta a kormányhivatalokba. Nincs normális környezet és természetvédelmi kontroll ma Magyarországon. Nincs normális olyan szakértői gárda, aki hatósági szinten a környezet és természetvédelmi jogszabályok betartatását igyekezne megvalósítani. Erre nyilvánvalóan itt a Illatos úti vegyitelep épp úgy rámutat, mint számos más esemény az országban, és éppen ezért tartjuk az egyedüli garanciának azt, ha a védett területekből a lehető legtöbb nemzeti parki vagyonkezelésben marad. Köszönöm szépen, hogy elmondta az álláspontjukat, most híradó következik, aztán térjenek vissza hozzánk, Váradi András haláláról fogunk beszélni.